Ebben a videóban kukázni megyünk. Szeretnénk megmutatni, hogy mennyi mindent kidobálnak az emberek. Olyan dolgok is a kukába kerülnek, amik nem érdemlik meg, hogy a szeméttelepre kerüljenek. Sokan költöznek mostanában el, megint voltak kidobálva cuccok, ilyenkor mindig kidobálnak a kuka köré. Ilyen... rengeteg tárgyat. Ja, a bútorokat, meg mindent, ami nem kell már. Most elmentünk sétálni, és akkor láttuk, hogy kint van egy jó kis forgószék, úgyhogy most el is megyünk gyorsan ide a másik utcára. De ilyen $200 körül van egy ilyen forgószék, mint amit most láttunk. Ja, ne is állítsd le. Jó, ja, és akkor ki vannak téve ide a bútorok, meg minden. Ez is ilyen láda. Ezek most nem a legjobbak, de ott hátul van egy forgószék, amit elviszünk. Ez a társasjáték. Totál tele vannak ezek a festékek. Ott hátul is láttam izét, még egy forgószéket. Aha, az is nagyon jó, az ilyen. Na, azt a forgószéket néztük, ezt le kell venni róla. És nézd, milyen jó forgószék. De úgy ez még hogy... Ja nem, csak a cipzár van kihúzva. Wow. Ó, sem baj nincs. Csak a cipzár. Ezt is elviszem. Hozzad csak. Nézd, ekkora szűnyeg. Mit? Ez a nagy szűnyeg, ez a vastag. Az a baj, hogy nekünk már nincs hova rakni. Már mi is kiesünk a szobából, olyan sok lemunk van. Hogy tudok kimenni innen? Hát semmi baja nincs. Oda nézd, milyen jó ez a forgószék. Sem baja nincs, egy izé nincs rajta. Nagyon vagány. Hát még az sincs, hogy ki lenne szakadva. Aha, hozzad. Ezek. Na jó, majd otthon megnézzük. Csak valakinek nem kellett. És ez olyan kiélesztéd, vagy a macskáé? Befér? Aha. Tökéletes. Nézd rám, mennyi pendrive. Pendrive? Nem tudom, mik ezek. Mi ez? Nem tudom, elviszed? De mi ez? Hallod, két teljesen jó mankó. Micsoda? Mankó. Mankó? Na jó, hát azért az... Na, na jó. Ennyi? Aha. Szerintem még megnézek egy kérdőt. Még egy kört. Nézzel, mekkora nagy... Micsoda? Mi az? Tükör. Nem kell. Nem kell tükör. Ez egy nagyon jó kis kanapé. Bizony. Itt a szivacs hozzá. Nagyon kényelmes. Ez egy nagyon jól néz ki ez a kanapé. Hát nem jól néz ki, csak nagyon kényelmes. Ott ez a válaszfal, ilyen rendes panelok. Ja, ez a... Aha, tudom, mire gondolsz. Aha, ilyen válaszfal, ilyen, mint ezek a kínai... Tudom, a kínai mire válaszfalak. Aha. Na gyere, menjünk. Rendes szobát le tudsz választani. Gyere, menjünk haza. Asztal. Nem adja föl. Hallod, ez az, amiben beleülsz és le tudsz csúszni. Jaha. Hú. Na de van, el volt törve? Szivacsok minden. Nem. Na, menjünk. Ó, tévé el van. Meg ez is meg volt. Hát nagyon jó. Tényleg, minden működik rajta, és egy kart sincsen rajta. Abszolút semmi. És ezt kidobják az amerikaiak egy költözés során. Ja. Ez volt a régi, amit nagyon szerettünk, és úgy voltunk volna, hogy mekkora nagy durva. Az enyémhez képest... És most van egy ilyen. Tegnap meg ezt a három lámpát vadásztuk. Ezt a két lámpát meg tegnap hoztuk egy másik költözéstől. Három lámpát. Ezt a szomszédunk költözött. És ez még egy ilyen, hogy lehet állítani mindenfele. Égő, semmi baja. Ez is egy álló lámpa, és le kell takarítanunk. Semmi. Sem baj. Ez is, csak ez nincsen búra. Van nekem búra, csak mi nem szereltük össze. Ez mind a három ki volt dobva. A másik a LED lámpa, az megvan? LED lámpa, ugyanilyen LED csíkot találtunk. Teljes csomag, két kiszerelés benne. A kontroller se volt kibontva. Be volt csomagolva. Jaj, ott van hátul, várjál, ráközelítek. Ha tudok. Ott van hátul ez a diffúzor. Illóolajos, azt is tegnap találtuk, csak be kell dugni az áramba. Olyan jó illatot csinál. És még volt két teljes doboz illat hozzá. Ami még ki sem volt bontva. Teljesen be volt csomagolva, ez érintetlen. És ott volt a kukába.
Sűrűbben kell mennünk kukázni, mert nem, úgy nem szégyen. Sűrűbben kell mennünk gyalogolni. Hogyha nem megyünk oda, akkor jön a gép, begyűri az egészet, lepréseli, és kész, annyi és volt. Több százezer dollárok mennek a kukába. Bontatlan doboz, ezek a lámpák is. Na jó, az a LED lámpa is 30 dollár. Most tudok is szerkeszteni az új székből. Okay. A szerkesztés is jobban fog menni. Na, hello! Evelyn, mit szereztem neked? Megvan a Halloween jelmez. Laci, kikukázott nekem egy Halloween jelmezt. Nem tudom, mi ez igazából. Fordítva. Így. Hát ez a, mint régen, régen ilyenekbe öltöztek Halloweenkor. Ez a kukoricásban vannak ezek. Ja, tényleg. Ez nem egy madár ijesztő. Ja. Mennyibe kerül? Ez 20? 20 dollárba kerül egy ilyen jelmez. És benne volt a csomagolás. Csomagolással minden. Itt, hogyha elköltözik valaki, olyan dolgokat dobnak ki, ezt is mosoztam a kukából. Figyelj, ezt mosoztam a kukából. Teljesen jó mérőszalag. Semmi baja nincs. Szóval meg is van a Halloween jelmezem. Ja. Ezt is Evelyn mosozta, ezt viszi a merencéhez. Ezt meg nem tudok jól úszni. Túj füzet. Senki ki sem nyitotta, rendes vízálló borítóval. Dupla oldalú ragasztók. Ezeket mind a kukából hoztam. Ez is teljesen... teljesen új. Nézd, amit dobszak megint ki. Mit hozol, Laci? Taposógép. Ez rendesen jól működik. Van rajta stopper. Mutassad. Mutatja, hogy mennyit megyek. Egyenesen már ki úgy nézel ki, mint egy dinoszaurusz. Ez így kell, nem? Nem tudom. Így vicces vagy. Amúgy ez jó. Jó, combizom. Egy első combra, aha. Én is hát próbáljam ki. Majd később még én is kipróbálom később. Ez jobb, mint a szobabicikli. Na. Mutatja, hogy milyen távolságot mész. Na, akkor hozz haza. Merjed? Mutatja a távolságot. Mutatja, hogy hányat lépsz. Aha. Fia. Hozd be. A legrosszabb esetben felrakjuk internet, ezt eladjuk. Na, most mik lettek? Szerzeményi. Minden héten költözik valaki. És itt a mellettünk levő kukába teljesen jó dolgokat kidobálnak. Mit néztél ki, Evelyn? Azt a kis tárolószekrényt, meg azt a kis cipőszekrényt. Ez még nem is rossz. Ez teljesen jó, nem? Jaj, aha. Találtunk egy tévét. Nem fér be a kocsikba. 84 incses. Ez, szerintem ez plazma tévé lehet. Azt írja, hogy jó, jó. Csak ilyen nagy hátulja van. Turizni nem szégyen, legyen ez a végszó. Sziasztok!